Sziasztok! Én Open Street-ben lelkesedő vagyok, vagy aktivista, hozzájáruló, ami abszolút szabadidős tevékenység, mert senki nem fizeti meg a szabadszikkal fejlesztés, az hasonlóan a szabadadat készítés sem. De ha már a szabadidőmben csinálom, akkor meghatározhatom, hogy mivel foglalkozom, és mindig valami más érdekel. Most éppen erről fogok beszélni, a mobiltelefon tornyok vadászatával foglalkozom, és elmesélem, hogy ez miért kötöm össze az Open Street-mappel, bár lehet, hogy nagyon triviális, hiszen térben helyezkednek el ezek a dolgok, de azért mégsem annyira triviális, hogy bizonyos dolgokat miért teszek bele az Open Street-mappbe, és miért jó az nekem, hogy egy szabad adatbázist építek, meg egyáltalán, hogy is van az egész. Tegye fel a kezét, aki használta már az Open Street-mappet. Nagyon jó, szuper. De azért még voltak kezek, akik nem emelhettek föl, azért egy mondatot mondok róla. Ez úgy, jól összemültek a képek, de remélem, hogy azért értelmezhetőek lesznek. Szóval úgy néz ki, mint egy térkép, de azért ez nem csak egy térkép, hanem azért elsősorban egy adatbázis, amiből térkép készül. Itt most például leszűrtem egy néhány pontot a környékről, a szűrőfeltétel lefut az adatbázisban, visszakapom az eredményeket, megjelenik a térképen, bármi lehet, tehát itt nem arról van szó, hogy belekapjuk a Google térképbe, és akkor feljön az, amit a Google ajánlana, amit én kérdezek azért le. A válasz pedig mondjuk éppen géppel értelmezhető is lehet, például ez itt egy JSON formát, de lehet bármi más, ami aztán onnantól kezdve bármilyen feldolgozásnak az alapja lehet. Még egyszer hangsúlyozom, szabad adatról beszélünk, tehát Open Database License, de legyen így is. Copyright szöveg végig, nem maradt a képen. Tehát arról van szó, hogy ezzel az adattal bárki bármit kezdhet, és ezzel elkösíti az embereket, hogy pontosan a szabad szoftver analógiájára, hogy ha beleteszem az enyém, az én tudásomat, akkor az mindenkinek a használ válik, és bárki használhatja. Egyébként szabad szoftverekkel szoktuk ezt az Open Street-be szerkeszteni, meg szabad szoftverek működtetik a szervert, meg szabad alkalmazásokban is használjuk meg inkább. De minden esetre itt a kapcsolata, amiért egyáltalán már bátortott van megjelenni, erről beszéljek. És hát miről is van szó? Az a kérdés, hogy felvetem a témát, hogy Open Street-nek mi köze van a mobiltelefon hálózatok részleteihez. Azért olvassátok a mögöttem lévő diákat, mert nem mindent fogok elmondani idő hiányában, szükségében. Az a lényeg, hogy az OpenStreetMap egy olyan nyílt, kell mondanom, hogy fogalmas, tehát könnyen bővíthető valami, amiben simán belefér akár én is, vagy nem csak azt mondom, hogy már pedig itt van egy torony, ami térképi jelen megjelenik, hanem hozzá tehetem azt az infót is, hogy ez a Vodafone-nak a tornya, és ez a cella azonosító sorozat tartozik hozzá, meg egyéb tulajdonságok, ami lehet, hogy senki más nem érdekel, csak egy szűk kör, de az a része azért mégiscsak mindenkit érdekel, hogy ott van egy torony. Tehát az első kérdés, ezt nagyjából meg is válaszoltam már, de majd a többi témát, hogy vajon ezt hogyan csinálom, meg csináljuk, meg csinálják, meg miért, meg milyen eszközökkel, meg mennyi van, meg stb. Ezekre egyébként gyorsan választ adni néhány diából. Miről is van szó, hogy néznek ki ezek? A baloldali kép az tök triviális, amit láthatok. A pisztoly tetején levő antennák is ugyanilyen cél szolgálnak, csak mégsem mobiltornyoknak nevezzük őket, hanem elsősorban pisztolynak, és bizony a templomban is van fázis állomás, amennyire nem is látszik, de van, elég sok van, és ezek a dolgok, ezek csupa olyan objektumok, amik az Open Street Map, mint térkép, mint topográfiai adatbázis, mint a környezetünk minden egyes objektumát leíró adatsornak a fontos részei. Tehát azt szeretnénk, hogy minden egyes torony, rádiótorony, mondjuk, tehát ilyen épített vastorony, víztorony, templomtorony és egyéb épület szerepeljen az Open Street Map-ben, hogy teljes képet adhassunk a világról magunk körül. De ez az adat nem nagyon akar magától elkészülni, ugye, hogy a szabad szoftverek se akar lefordítódni, megcsinálunk, ezért csak kell keresnünk valami olyan lehetőséget, játékos megközelítést, és akkor itt mindjárt visszatudok az előző előadásra, hogy kicsit ilyen gamifikálás, vagy nem tudom, hogy ilyen játékosításról van szó, vagy ebben a történetben is, vagy ha akár csak két ember, ami
hogy bemutatom, hogy ezen a nyáron tényleg leginkább ketten utolszik egymást egy őrült játékban. Nekiálltunk és egymás elől adáztuk le a mobil torzsokat a világban. Úgyhogy én megcsináltam egy kis részt, másik srác, akivel ezt csináltuk együtt, ő egy másik részt volt, amire egyszerre repültünk rá, ki tud többet. És ez tök jól haladt, és közben itt csináltunk őrült mennyiségű torzsot, víztorzsot, templomot, rajzoltunk fel a térképre mellesleg. És ez a lényeg benne, hogy mi lehet, hogy szűk érdeklődési körnek érdekes adatot vadásztunk elsősorban, de sokkal tágabb körnek hasznos adatokat is, nem mellékesen, de előállítottunk. Tehát akinek a víztorzsok érdekesek, mert éppen azt szeretné beszerezni, és máshonnan nem tudja beszerezni, és már is említ az OpenStreetMap-ről, mert szeretném férhetünk hozzá ilyen adatokat Magyarországot, annak hasznára voltunk a víztornyainkkal, vagy a templomokkal. Például most van egy srác, aki egyébként nyílt, tehát szabad szoftverként nyílt forrással fejleszti a Michelin.hu-t, de neki például a templomtornyok voltak érdekesek, hogy mit havon fönt van a forrás, is hirdetem, hogy ha van valaki, akinek ilyen indítatása van, hogy éppen egy ilyen szent weboldal, szent elhatározású weboldal támogasson, akkor a Michelin-t támogatja, akkor nagyon örültek a templomoknak. Na most, a rádiótornyok, vagy általában ami rádió, az sugároz, és ami sugároz, az könnyen meg lehet fogni valamilyen eszközzel, ami van is mindenkinek, mobiltelefonnal, ami nagyon egyszerűen megmondja azt, hol van a torony. Hát annyira nem triviális, mert így ránézek, nem mutatja, de hogyha valami olyan alkalmazással gyűjtök benne adatot, ami a térerőt, ha nem is a négy köcök kijelzéssel, hanem finomabban, mondjuk deciben, méterben le tudja naplózni. Ezeket az adatokat utána össze be tudom egy térképet volni, és meg tudom nézni, hogy hogy is nézett ki, akkor láthatom azt, hogy a torony közelében szokott nagy térerő lenni, vagy városban, ahol meg mindenhol nagy a térerő, pedig az egyes számok, cellaazonosítóknak az elhelyezkedése veszélyes. Mutatok mind a kettőre példát, itt például egy autópályán megyek végig, a pontok mérete az tükrözi a térerőt, ahol a közelben van egy torony, úgy zöld jelen látszik talán, nagy a felbontás, és azért kicsi a kép, de minden esetre itt ennek a közelében látszik, hogy szépen megnő, meg amott is. Városban pedig azt a mintázatot lehet látni, hogy ahol ez a zöld torony is ismét a középen látható, körben három színnel, a három, általában három irányban sugárzó három cellaazonosító színeztem háromféleképpen, és tényleg a közepén van az a bizonyos épület, aminek a tetején rajta van az a sugárzó forrás, vagy egy rádiósugár forrás, amit keresünk. Mert hogy ez tulajdonképpen reverse engineering, senki nem mondja meg nekünk azt, hogy nem jön oda, ahol azt mondja, hogy tessék ki az adatbázis, használjátok, mert már kértem, de meg csak válaszosan bérdattak egyik szolgáltatónál se, pedig egyik helyre se az utcától sem be, tehát ez is egy beszerezhetetlen adat, viszont visszafejthető ilyen úton, mégpedig, hogyha egész országot szeretnénk ezt megkapni, és nem csak egy-egy ilyen példát, akkor úgy azon az úton tudjuk megtenni, hogy sok adatot gyűjtünk. Tehát az túlzás, hogy minden pontjáról, mondjuk bármely pontja, az nem biztos, hogy mindegy, az egyébként, hogy sok pontot szeretnénk gyűjteni, ehhez olyan alkalmazást, vagy valamilyen adatgyűjtőt használunk, ami mondjuk egy androidos telefonon elfut, vagy én például kötöttem össze Nokia mobiltelefonot a Raspberry Pi-vel, az napolózott ilyen adatokat, elvileg 9 eszközre lenne szükség, mert 3x3 az 9, 3 mobil szolgáltatónak van, 3 különböző technológiája, sima GSM, 3G és most már 4G is, mind a 3-nak, és így akkor elvileg mindenhova el kéne jutnunk egy teljes kép eléréséig, vagy eléréséhez az ország majdnem hogy összes pontjára, ami persze, hogy lehetetlen, de azért rajta vagyunk közben. Utazás közben szoktunk ilyen gyűjteni, mert azért senki nem fog bejárni 10.000 kilométereket, hogy adatok nincsen csak úgy valéból, viszont ha már úgyis megyünk, akkor miért ne? A Open Szellágyi ekkor került képbe, ez pontosan egy ilyen gyűjtemény, világszerte gyűlik az adat arról, hogy egy adott helyen milyen szolgáltatónak milyen cellaazonosítója van, és ebben bele lehet tenni a dolgokat, és az így már gyűlik is. Egy képet bent vettem egy
korábbi előadásból, ami arról szólt, hogy a kép majd ezután jön, hogy amikor még nem volt androidos telefonunk, mert meg lett volna a GPS, a telefonnevő, meg a rögzítésre alkalmas tárhely, akkor körülbelül ezzel a hármassal tudtam még ezelőtt 10-sok évvel bűjteni pontosan ilyen adatokat. Ez azért érdekes, mert ez olyan adat, ezen gyűjtés során olyan adatokat rögzítettem, ami arra a feltételezésre ad pozitív választ, hogy vajon az a bizonyos azonosító, amit 2002-ben, tehát 13 évvel ezelőtt én láttam, vajon ma is ott van-e? Tehát változnak-e ezek az adatok vajon időben, vagy sem? Mert valamikor volt, aki az elején megkérdőjelezte, azt mondta, hogy átrendezik ezeket a hálózatokat. Hiába védtek meg idén, jövőre más lesz. Én azt mondtam, hogy szerintem nem, és tényleg ott van a 9352-es telefoncella, ma is ebben a bizonyos OpenCellite gyűjteményben friss mérésként ugyanazon a helyen. Ez nem jelenti azt, hogy nem tűnnek el cellák a hálózatokból, mert valamikor tényleg leszerelnek valamit, vagy történnek minimális változások, de a tapasztalat azt mutatja, hogy állandóan, tehát egy ilyen közelállandónak tekinthető a dolog, tehát van létjogosultság. Van tehát egy nagy gyűjteményünk, OpenCellite, ez egy, az Open az azt jelenti benne, hogy nyíltak az adataik, azt hiszem valamilyen, ilyen, valami szintén, hogy hívják ezt, és itt eszem be a licenszer, de kell, az egy Creative Commons licensz alatt elérhetők az adatok, tehát örülhetünk neki és használhatjuk, csomó mérés van benne, viszont, és az a fontos, hogy a nyers mérésekre töltetők, tehát nem csak az, hogy ők szerintük ott van egy adott cellának a közepre, ahol a mérések mutatják, hanem a aggregáltan mutat számok sajnos még innen közelről sem olvasható, de az a lényeg, hogy van egy ilyen világméretű Magyarországot bőven tartalmazó adat. Viszont ez akármennyire is sok adat van, nagyon sok helyen hiányos, mert az autópályákról sok, közülötte kevés. Tehát mit kell tennünk? Bele kell tennünk méréseket, mert az úgy nem megy, hogy én akkor megfogom ezt az adatbázist, jaj, de jó, akkor nem kell mérnem. Tényleg bizonyos helyeken nem kell mérnem, ahol mások mértek, de ahhoz, hogy azt mondjam, hogy teljes lefedettséget érjek el, ahhoz bizony kis falvakba jutra kell jutni, egy csomó szervezésű munka is az, hogy lehet lefedni a teljes országot, hogy lehet benyújtani olyan adatot, ami minél jobban lefed területeket, mert ez fontos, hogy minden legyen adat. Tehát itt vannak hibás mérések, kijavítjuk, stb. Ilyen, mert hogy kimutatjuk és kivesszük a mérésekből. És a legfontosabb az, hogy az OpenCellite azt nem tudja, hogy te tudja, csak nem tud vele a helyzettel mit kezdeni, hogy a jelek forrása, úgy a diákat mutat volna más rendben, hogy egy torony, az legalább sok cella, most itt hármat mutat, ez az alap, mondjuk ilyen séma, hogy megy egy erre, meg 120, meg egy másik 120 fokra egy másik irányba, viszont ezt ők nem tudják összekapcsolni, mert nem biztos, hogy ismerte a logika, ahol ezek összekapcsolhatók. Ezért fontos összekapcsolni, mert egy torony az sok cella azonosítóhoz kapcsolódik, és akkor ha tudjuk azt, hogy van logika, mert mindjárt mutatom mi az, nagyon egyszerű egyébként, akkor már meg tudom csinálni azt a bizonyos összepárosítását. Láttátok az előbb volt ilyen piros zöld, meg kék szín, hogy akkor azok tulajdonképpen egyhez tartoznak, és azon közepén van a torony, és nem 3, vagy 9, vagy akárhány elszórt bázisállomás van, mint ahogy az előző példát, ez pont ugyanaz a környék a zuglónak a belső részéről. Itt azt mondja, csak a Vodafone-ra szűrve mutat itt 6-ot, itt 7-et, mindenféle bázisállomásokat, mert ennyi azért nincsen, hanem itt ennek az épületnek, itt a kollégiumnak a tetején van az egy darab bázisállomás, ugye megismétlem azt a képet róla, csak itt a környékén látjuk őket. Tehát bizonyos logikával, és ez tulajdonképpen ez a review, az engineering része, mi azt csináljuk, hogy összevonjuk azokat a cella azonosítókat, amiket egy helyről a származónak gondolunk, és azt a bizonyos pontot megpróbáljuk megkeresni. Tehát nagy mérési halmazból, akkor mutatom ezt a pontfelhőt, például az úton mért pontokból, most éppen három felé színezve, vagy ami talán látványosabb az előbbi példa városi, hogy azt mondom, hogy itt van a Tököli út, itt van az Ajtósi dűlés, vagy az előző példán látszott, és itt a koleszt teteje valóban a
Bádis állomás, ami három felé és Gáraszt. És akkor így lesz a tulajdonképpen pontfelhőből, vagy adatsorból egy értelmezett adatunk. Ez az elve a dolognak. És akkor itt most látjuk azt az egy diát, és mutatom azt, hogy ha már vannak méréseink, például az előbbi útmenti torony, az itt látható kinagyítva, és tényleg látszik azt, hogy meg lehet határozni annyira pontosan a helyzetét, hogy az a torony, aminek itt az árnyéka látszik a éppen délről sütött a nap, tehát éjszakra megy az árnyék, az biztosan ennek a Vodafone, ezzel a Vodafone toronnyal köthető össze, amikor akkor lesz biztos, hogyha azt mondom, hogy oda mentem és megnéztem, és tényleg oda volt hívva a Vodafone, vagy nem volt elég, de egyértelmű volt a cuccnak a típusából, amit használnak, és ez a fontos, hogy mindez egy OpenStreetMap szerkesztőben, magában az OpenStreetMap adatbázisba kerül bele ez a tudás. Az egyik sor, a legfontosabb az OpenStreetMap számára az, hogy ez egy torony, tehát hogy ez egy ilyen kiemelkedő valami. Az összes többi az meg nekünk érdekes, hogy mint ilyen toronnyal foglalkozó laikusoknak, hogy ez Vodafone torony, meg ilyen cella, azok is itt tartoznak hozzá, elsoroljuk, betesszük az OpenStreetMap adatbázisba, és így már is megvan a közös munkának a platformja, mert hiszen egy olyan adatbázis az OpenStreetMap, amit egyszerre bármennyi felhasználó tud szerkeszteni, és nem nagyon ütköznek össze. Ez egy kézi munka, tök fontos mondanom, hogy itt nem arról van szó, hogy találjunk egy importálási módszert, és akkor gyorsan az összeset betöltük volna az adatbázisba. Jó lett volna OpenStreetMap együttből együtt betölteni sok ezer dolgot, de nem. Ez úgy megy, hogy azt a bizonyos pontot, amit az előbbi képen húzottam, ezt én akkor így egyet, tehát én megfogom és addig húzom, amíg, vagy addig keresem a fotóban a helyét, amíg meg nem találom, és aztán töltögetem ki az adatait, csomó kézzel felvértezve, tehát ilyen személyesen látott tulajdonságban felvértezve, például már akárcsak a lehetőt, ez egy másik ilyen, mindegy, az anyag, hogy egy csomó kézi munka és kézi adat van benne. Hát nekünk ez a játék, tehát mondjuk én nekem nincs időm rejtvényt fejteni, de azért így példaképpen azért felhozom, mert tényleg olyan, mint egy rejtvényfejtés, csak nem a újság utolsó előtti oldalán játszunk, hanem a terepen. Tehát én például most azt próbálom megfejteni, hogy Budavárban hol van a teljesen elrejtett, mert Budavárban egyszerűen nem látszott, ha fölmentek, nem láttok egy darab ilyen antennát sem, ami egyébként a városban tök természetes, de vannak útban, tehát nehezebb megtalálni. Először is viszek magamban egy csomó telefont, most éppen nincs itt, hogy megmutassam, mert most éppen nem készültem vele, de van csomó ilyen Android-os telefon, meg az a bizonyos Nokia-s doboz, amit már említettem, hogy egy kis Raspberry Pi-re fűztem föl 3-at egyszerre, kis akkumulátorral, és amit még kiemelnék ezek közül, az távcső, mert van egy csomó helyzet, amikor látok egy ház tetején valamit, és arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez vajon melyik szolgáltatóé, mert a rádiós mérésekből egy lakótelep három szélső házáról nehéz megmondani, hogy ez a Telenor, az a Vodafone és az a harmadik Telekom, hanem lehet, hogy más sorrendben vannak, mint hogy én gondolom. Úgy csinálok, távcsőt megnézem, látom rajta, hogy itt a Ericsson, Huawei meg ZTE cuccokat használnak, látszik a távcsőről, már pipálom is ki. Fontos, hogy amikor ezzel a nem kis súlyú, meg méretű mérőfelszereléssel elindulok valahova, akkor azért igyekszem olyan útvonalat is választani, hogy ha már egyszer arra megyek, akkor tök jó eredményre jussak. Tehát például eleve úgy választok útvonalat, eleve előre megnézem, hogy van-e olyan torony, amit már megvan, hogy ott van egy torony, de nem tudjuk pontosan, hogy ki van a torony tetején, csak le kéne térni az útról egy 5 perces kitérő, az nyilván belefér az útba, és akkor letérek, igyekszem megcsinálni. Aztán valamikor elkések elég sokszor egyébként, de azért igyekszem nem lecsúszni az időben, mint ahogy most ezzel az előadással, de én is sok mondani valóban, és ezért bocsássatok meg, hogy túl szaladtam. Mindenesetre rohadt sok akkumulátort kell hozzá tölteni, tárhelyese, azért van, meg fontos, hogy meddőlőjön, hogy a GPS-et. Nagyon sok mérést csináltunk, ez ezen a tökben erről a nyáról van szó, tehát ez nem évek óta gyűröm. Tavaly ilyenkor hallottam először az OpenStreetMap-ról, tavasszal raktam össze a Nokia-s doboz,
és aztán mentem nyára szabadsággal, szabadsággal vissza dolgozni, vonattal, biciklivel, mindennel. Csiganyállat húztam, értelmeztem a mértadatokat, és elég jó eredményt sikerült elérni. Ez még az előtte állapot, például Balaton felvidéken 71-es út tök üres. Látszik, hogy egy ilyen sárga csíka térképen megjelenő eredeti állapot, majd az után állapot, ugye erős vastag vonal, de nem csak a 71-esen, hanem a csomó gyakorlatilag. De ezen a környéken mondjuk az összes aszfaltos utat sikerült bejárni és feltérképezni. Majd amikor vége lett a nyárnak, akkor munkába menet a két végpont, azért látszik, hogy itt elég jó sűrűbe volt, és a biciklivel a kis utcákon mentem mindig keresztbe hosszába. Ezek pusztán csak a egy GPS-nek a nyomvonalának. Egy GPS-ben rögzített nyomvonalaknak az egymásra rakása, ami ahol csak egyszer voltam, ott az én kis vékony. Tehát azért ezek az utcák, ezek ilyen 5-6-8 mérést jelentenek. És így tett meg Budapest belvárosának a, hát még nem teljes, mert azért még ez, azt gondolom, hogy egy a 70-80%-os készültség, mint ennek a 3-4 belső kerületnek a feltérképezettsége, de azért látható, hogy elég sok városállomásról van szó, és ezek ugye egyenként tűntek, nem egy behasalás, meg nem egy olyan, hogy tömegesen, hanem az, hogy akkor odamentem, és ott voltam a ház sarkánál, és megnéztem a címet, és akkor is írtam, és aztán ebből lett egy ilyen adatbázis is. 8 millió mérés sikerült csinálni Magyarországról a kettőről, tehát 6 a nyáron készült, nagyon sok városállomás, földszint készült, nagyon sok, minden nagyon sok. Az a lényeg, hogy 7000-ből van meg 2000, ami azt jelenti, hogy az ötödét sikerült egy nyáron megcsinálni, lehet, hogy öt év alatt elkészült. Országos szinten így nézett ki az eleje, ez mondjuk egy tavaszi állapot, amikor így egy elsős délelőttől sikerült a két autópályát megcsinálni a már rendelkezés álló adatokból, és most így néz ki, ami nyilván azt jelenti, hogy még a nyilvizet is van délelő, de még nem tudjuk, hogy miből. Tehát azért kell, hogy még sok tehát ott van az a bizonyos 80%, ami még nincs meg. Egy ilyesmi webterületet csináltam, ez most tényleg nagyon munkás, hogy képernyő területét kevéssé használják ide, minden esetben fényképekkel is ellátott adatlap OpenStreetMap háttértérképen. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk közben, ez mind az ilyen a reverse engineering, tehát a visszafejtésnek a módszertana. A cool safe az egyik izgalmas, amit én is ezúton tanultam meg, hogy a bejárat mellett, amit elhítsük ezt egy ház papírának, akkor ott mellett egy kis kerek valami, egy olyan, mint egy lapak lenne, illetve hát nem lóg rajta, csak bele lehet, mint egy zár, bele lehet dugni bele a kulcsot, és akkor onnan veszi ki a ház összes kulcsát az ember, aki éjszaka megy rendetetni a bázisállomást. Ilyenek alapján lehet még belülni, mert a várban is ezt fogok keresni honlat élet, ha arra járunk illetlenül. Ez a bizonyos képlet arra, hogy egyszerűen a képlet tök egyszerű, hogy a négy egyű számoknak az első három számjegye ugyanaz a különböző cella azonosítóknál, vagy éppen egy bizonyos rádiós kód, ilyen titkosító kódnak a sorszáma ismétlődik a 3x3, összesen 9 cellánál meg. Hogy kell elvágni a 32 vagy 28 bites cella azonosító 16 plusz 16 bitre, vagy éppen a 4G-nél 8 plusz 20 bitre ahhoz, hogy látszódjon belőle az a bizonyos site ID, ami összeköti ezeket a cellákat. Meg olyan dolgok is kijöttek, amire az NMHH, a Nemzeti Média és Építési Hatóság azóta sem tudott válaszolni, de minden esetre megcáfoltam azt a régi, tehát ki van írva, hogy melyik frekvenciákat, melyik szolgáltatók használják, és kiderült, hogy azok maguk között valószínűleg megegyeztek, és átrendezték a sávjaikat. És én ezt ezekből a mérésekből fedeztem. Hát nem nagy zavarnak hangzik, de feltűnt, hogy hoppá, azok mit keres egy Vodafone a Teledornak a sávjában, és aztán kérdeztem, még nem tudják, de azt mondták, hogy valószínűleg megegyeztek. Meg furcsa, izgalmas dolgokat lehet látni, hogy olyan technológiákat is használnak, amik nem is nagyon reklámoznak, vagy legalábbis én nem tudtam korábban, hogy a 900 MHz-es 3G is, és azért ezek olyan fontos adatok azoknak, akik ebben érdeklődnek, hogy tehát ilyen kuriózum adatforrás, amit se az NMHH-tól, se a szolgáltatóktól nem lehet megtudni,
egy adott helyen, hogy lesz térerő? Hogy vajon számíthatok-e egy adott helyen jó adatátvitelre, milyen adatátvitelre, milyen sávon, milyen terjedéssel, ezek ebből az adatbázisból kiolvashatók már most is, illetve hogy a teljes lesz, akkor még jobban lesznek. És most köszönjük, hogy ahol megvan a cserébe a frekvenciák, tehát hogy megszolgáltató, melyik frekvencián szolgáltat. Igen. Ott, akkor csak onnan hívok valakit, akkor az nem csak saját hálózat. De a saját hálózat csak egy olyan sávot használ, ami nem lenne az övé a papír szerint. Tehát akkor a számlázásban nincs meg. Nem, nem lássukod, itt nem viszont. Van egy csomó nagyra vágyó tervünk a teljes vezetettségen túl, például ezeknek a mindenféle csatornáknak a külön gyűjtése, amit ráadásul nem is egyszerű gyűjteni, mert mezei Android appon is adja ki, tehát ott hackelgetni kell a telefonokat, tehát én csináltam olyat, hogy Androidos telefonnak a modern firmware-jében nyúltam bele Exeditorral, pontosabb a disassemblerrel segítve, hogy is van a dolog, és akkor a módosításokat visszatöltve tényleg felé lett a dolog, és mutat olyan adatot, amit különben nem mutatna. És ami nagyon fontos volt ebben a dologban, hogy csináltam egy API-t, ami OSM API-t emulál, olyasmi felületet ad a szerkesztő kezében, mint hogyha OpenStreetMap-ről töltene le adatot. Ez azért jó, mert pontosan azt az eszközt tudja használni, ugyanazt a szerkesztő felületet, mint az előbb is láttatok, egy jávás felülettel szokták meg inkább használni, tehát nyílt az API-t, tehát is emberek bármivel lehet. Az a lényeg, hogy én azt az adatot, ami nem OpenStreetMap adat, hanem ilyen nyers rádiós mérés adat, azt ezen az API keresztül már értelmezve és szűrve és javítva meg mindenne felcímkézve adom, és ennek a fejlesztését én nyíltan végzem, tehát szabad szoftverként többen látjuk a forráskódját, és mondjuk leginkább én teszek bele adatot, vagy hozzátett komitot, de hát azért teszem így, hogy az előző, például a turista utak kódatainak átvételénél is nagyon jó jött az, hogy jó, pozitív tapasztalatokat szereztem abból, hogyha valami kint van a GitHub-on, akkor az jól működik, átlátható, lehet tudni, hogy mit csinál, meg egyáltalán nem csinálom belőle titkot, mert azt gondolom, hogy ettől fejlődik a világ. És például azt az Androidos alkalmazást, amit én használok, az sem egyedi, mert lehet több más alkalmazással is lehet gyűjteni ilyen adatot, de a kedvenc alkalmazásom úgy néz ki, hogy valószínűleg open source-szá válik. Tehát itt most az open source világot sikerült talán egy apócska alkalmazással bővíteni Android irányába. Nem én írtam, hogy lengyel srác csinálja, én próbálom rábeszélni egy éve, hogy nyissa meg a kódját, mert nagyon sok mindent szeretnék hozzátenni, és akkor ha megteszi, akkor majd bejelentem egy jelentem, és örülök neki, és majd akkor meg tudok állni én is beletenni a módosításaimat. Még izgalmas lehet az, hogy nem csak a rádiós, tehát a minket érintő rádiós rész, hogy egyszerűen föltérképezni, hanem a mikrohullámú kapcsolatokat is, amiből egy izgalmas topológia fog kialakulni, hogy hogy épült a rádiós. Ti is miért csatlakozhattok, és ezért is bátorítalak benneteket, mert például a fordítás is egy fontos hozzájárulás. De például én igyekeztem ezt az alkalmazást lefordítani, de sok más alkalmazás is van, amihez kapcsolódó, vagy éppen a OpenStreetMap címkézési rendszert, sok mindent meg lehet csinálni. Az a lényeg, hogy a legfontosabb az, hogy ha meg tudjátok tenni, hogy adatot gyűjtötök, azt nagyon megköszönjük, mert egy ilyen alkalmazásban azt egyetlen módot kell megnyomni, otthon pedig ezt a másikat, tehát nagyon egyszerű dolog, és akkor így fel tudjátok tölteni az adatokat, amerre jártatok, anonim egyébként, bár a privacy-ről majd a békőmet mond dolgokat, de minden esetre az, hogy mondjam, nem szokott mondani belőle, szépen le van írva minden egy wiki oldalon, amiben van linkelve, tehát hozzájutok minden részlethez, hogyha kíváncsiak vagytok, és bárhol, bármikor bátorítanak benneteket, ha van rá módotok, akkor támogassátok ezt a őrült elképzelésünkbe belevágni. Köszönöm szépen, a kérdésre. Én majd gyűjtök, már fönn van a... Már ott van, már itt van, igen. Ez a... Én elég sokat fogok járni így az országban, felek között, úgyhogy nekem ez így majd fogni fog. Yes! Super! Ez a feltöltés, hogy jól értök kényelmes, sokkal kapcsolatban.
telefonunk a programot, igen, ez mér adatot gyűjt, feltartom a netre, ezt hozzáfogom, vagy az összpontot. Nem, szóval szállítva vagy fel. És ti adnám a gyűjtést. Mi onnan pedig egy napi automatizmussal gyűjtjük le a Magyarországra vonatkozó, magyar hálózatra vonatkozó méréseket, mert egyelőre ez a szkópunk elfelelődött. Tehát a külföldön. Nem, abszolút. Tehát az a lényeg, hogy én, meg még az a két-három ember, akit ez leginkább mozgatni, nem jár, hetes vonalájára, ez még 300 napjára dolgozni, és egyébként meg ugye pár helyre is kell, de ugye ez a közösségi előgyűjtés nagyon jó, hogy sok ember sok. Én nem leszek ezt a távolkontról, mert feltartom az öröges telefonomba, és a megérkeztem gyűjtőszor, ezt a feladatot, és akkor megfeksülök sem. Így van. Ez mindenki csak érdekes. Ez a datos utána a külügyet elgyeztek, akár külügyet ötletünk a kodatégeni szempontból. Hát bár a Tover Collector sem mond rólad semmit fölfelé, tehát gyakorlatilag egy CSV-tól föl, vagy hát most mindegy, hogy milyen formátumban, de nincs benne személyes adat. Az a felület, amin a OpenSalary visszaadja, ott meg aztán még az az adat sincs benne, hogy melyik felhasználói azonosítóval töltötték fel az adatot. Tehát így anonimizálják. Nyilván lehet bigdata módszerekkel elemezni. Vajon merre laknak azok az emberek, akikhez leginkább hozzájárultak, engem is gyönyörűen ki lehet mutatni, egy óriási góc van a lakhelyen környékén, amikor nem kapcsolod ki a GPS-t, és akkor így szól mindenfelé, és miért utaságokat, de igazából nem nagyon nagy titok, hogy merre lakom, és engem nem izgat, tehát ez, ha meg ki van kapcsolva időben, akkor én is ez tök, egyébként pontosan ugyanezt az adatot gyűjtő Google is, tehát amikor a telefonod itt mondjuk